Sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a 2023. évi sportdíjak átadó ünnepségén. Elsőként felkérem dr. Sütő Lászlót, Marcali város polgármesterét ünnepi köszöntőjének megtartására. Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, aki eljött a mai sportdíj átadó ünnepségünkre. Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket, akik azt gondolom, hogy megérdemelten kapják meg azokat a díjakat, amelyeket a képviselőtestület februári ülésén nekik ítélt meg. A sport egy nagyon érdekes dolog, ami valamikor életünk során szinte mindannyiunkat megérint. Aztán vagy abba hagyjuk hamar, mert nem látjuk benne a sikert, vagy nagyon-nagyon sok éven, évtizeden át elkísér bennünket, mert megláttunk benne valamit, amit nem lehet abba hagyni. Megéreztük azokat a dolgokat, amelyek néha nagyon nehezen kifejezhetők. Nem is tudjuk pontosan még, hogy mit ad nekünk, de ahogy telnek az évek, úgy teljesedik ki ez mindinkább jobban. Adott nekünk fegyelmet, hiszen edzésre járni, rendszeresen megjelenni valahol ugyanazt, főleg egyéni sportágokba, monotóniába csinálni, az nagyon fárasztó. Csak gondoljanak bele abba, akik hobbi úsznak. Hogyha eldöntöttem, hogy ma 500 métert úszom, 250-nél, de szívesen abba hagynám. De már a 300-nál nem, akkor már tudom, hogy végigcsinálom. De akik 1000 métereket úsznak, ott vajon hogy jelenik ez meg? És ez a fegyelem, ez nagyon-nagyon fontos lesz egész életükben. És pozitív hatással lesz rájuk mindig. És természetesen azoknak, akik főleg csapatsportokban szerepelnek, azok számára ad egy olyan érzést is, hogy hát alkalmazkodnom is kell valahogy a másikhoz. Nem biztos, hogy mindig nekem van igazam. Nem biztos, hogy mindig az a jó, amit én csinálok. Lehet, hogy a másik mégiscsak jobban tudja. De ad összességébe egy szabadságérzést is. Egy olyan szabadságot, amit nehéz megfogalmazni. Szabad vagyok, mert egyedül teljesítek valamit. És amíg úszom, amíg egy íjászversenyre készülök, addig ki tudok kapcsolni magam körül mindent. Teljesen szabaddá válok. Nem lepik el a fejemet azok a gondolatok, amik máskor zavarnak. Mert arra kell koncentrálnom, amit csinálok. És ez is nagyon-nagyon pozitív lesz életem során. Hogy el tudok magamba mélyedni, hogy el tudok szakadni a pillanattól. A sportnak ezért van óriási varázsa. Mert kiszabadít valamiből, mert többletet ad nekem, akár a fegyelembe, akár a küzdeni tudásba, akár az akaratba, ami aztán kamatozik a mindennapi életembe. Most, ahogy itt közben beszéltem és néztem a termet, azt látom, hogy itt ül a szakképző igazgatónője, a gimnázium igazgatója, a GAMESZ vezetője, itt ülnek a hivatal meghatározó dolgozói, és lehetne sorolni még tovább. Azokkal megérkezett a Krajcári Bolya, köszöntjük, aki szintén az egyik meghatározó Kft-nk ügyvezető igazgatónője. Jó is, hogy megjöttél pont a legjobb pillanatban, mert miről beszélünk? Hogy minden sportolók voltatok. Méghozzá jó, meghatározó sportolók. És ma a város megkerülhetetlen vezetőivé váltatok. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a sport felkészít ilyen szempontból is az életre. És természetesen ahhoz, hogy sportolhasson mindenki,
Ahhoz létesítményekre van szükség, ezeket a létesítményeket fenn kell tartani, ezeket a létesítményeket folyamatosan fejleszteni kell, ide edzők kellenek, ide olyan elhivatott szakemberek kellenek, akik törődnek az egyesületek mindennapi munkájával. Ide pénz kell, és kell egy nagyon komoly szülői, nagyszülői háttér. Mert reggel 6 órára oda kell hozni a gyerekeket úszni, el kell vinni éjjászedzésre. Folyamatosan együtt kell velük lenni, alkalmazkodnia kell a családnak ehhez az életritmushoz. És ez szülők, nagyszülők nélkül elképzelhetetlen. Hiszen az az áldozatvállalás, amit ők tesznek ilyenkor, az nélkülözhetetlen. Néha nehéz felkelni, de menni kell, mert ment van a pakliba. Azt hiszem, hogy jól választottunk most a kitüntetésekkor. Hogy látszik, próbáltunk minden irányból választani, ami azt is reprezentálja, hogy ebben a városban ma is sokszínű a sport, sokszínű az utánpótlás sportnevelés, tehát fontosnak tartjuk, hogy működjenek. És első alkalommal adunk át díjakat sportvezetőknek. És azért teszi ezt az önkormányzat, mert ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy emberek évtizedeket eltöltenek egy sportág támogatásával, és a nevük akkor kerül bele a sajtóba, ha valami miatt, mondjuk ki magyarul, megfúrják őket, mert belül kialakul egy lobby, és úgy dönt, hogy hoppá, jobb lenne, ha más csinálná. Ugye nem akarok bántani senkit, de azért a marseille futballcsapatnak 5 évet kibírt, az általában rekordidő volt. És ebben a 35 évben már jó pár vezetés cserélődött. Tehát azok, akik hosszú ideig képesek voltak a saját sportágukba, vagy képesek ma is a saját sportágukba dolgozni, áldozatot vállalni, mert nem kapnak fizetést, tehát nem úgy vannak, mint az edzők, ők beletesznek azért, hogy a saját kedvenc sportágukért dolgozhassanak. Ami ritka dolog, de van ilyen is. És ezért szeretnénk megköszönni azoknak, most annak a 4 sportvezetőnek, aki ebben a 4 egyesületben vagy szakosztályban dolgozik, hogy mások felé is talán kicsit mutassuk, hogy nem felejtjük el őket sem. Mert nélkülük ugyanúgy nem tudna működni a város sportélete, mint ahogy nem tud működni utánpótlás sportolók nélkül, nem tud működni felnőttek nélkül, nem tud működni edzők nélkül, nem tud működni létesítmények nélkül. Csak akkor, ha ez minden egyben van. És mi ehhez szeretnénk a hátteret megadni, ehhez szeretnénk a keretet megadni, hogy ebben a városban továbbra is sokszínű és olyan aktív sportélet legyen, ami mindig kitermeli azokat, akiket ki tudunk tüntetni. Gratulálok valamennyi kitüntethetnek, most pedig át fogom adni a díjakat. Marcaiváros önkormányzatának 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésére végzett munkája elismeréseként Bogyó Hanna Liza részére az év utánpótlás sportolója díjat adományozza. Gratulálok! Hanna a Marcali Noszlopi Gáspár általános iskola és alapfokú művészeti iskola 7. osztályos tanulója, már kisiskolás kora óta elkötelezetten és kitartóan űzi az íjászatot. Régi vágya volt a csigás íj kategória, mely néhány éve teljesült. Kitartó, fegyelmezett edzés munkájának és szorgalmának köszönhetően az elmúlt évben is számos sikert ért el az íjászsport több szakágában is. Országos és nemzetközi versenyeken egyaránt helytállt. A 2022. évi íjászat és tanulmányi eredményeinek elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója 2022 címet adományozta részére 2023-ban.
Ogyó Hanna Liza 2023-ban országszerte a Hunter Mini kategóriában versenyzett, gyakorlatilag minden versenyen, amin elindult, első vagy második helyezést ért el. A 2023. július 15-én Encsencsen megrendezett 3D GP 4. és országos bajnokságon országos, az augusztus 8-a és 13-a között Gyulafehérváron megrendezett HDHIAA 3D Európa bajnokságon EB bajnoki címet szerzett. Kiemelkedő 2023. évi sporttevékenységéért az alábbi elismerésekben részesült. Dél-Dunántúli régió 2023. évi 3D versenysorozat bajnoka, Magyar Íjász Szövetség Dél-Dunántúli régió az év 3D utánpótlás íjásza 2023-ban, Magyar Íjász Szövetség HDHIAA 2023 3D GP sorozat összesített bajnoka. Hanna a nemzetközi és hazai versenyeken is megállta a helyét, bizonyítva felkészültségét, illetve elkötelezettségét az íjászat iránt. Ezúton szeretném megköszönni a felkészítés testnevelőjének, Fazekas Edénének, valamint a Boronkai és Hagyományőrző Íjász Egyesület edzőinek, Csáki Alpárnak, Péntek Balázsnak és édesapjának, Bogyó Gábornak. Bogyó Hanna Liza nagy elszántsággal és akarattal készül a versenyekre. Az eredményei kitartását tükrözik. Fiatalkora ellenére nagyon elhivatott, és a jövőre nézve elszánt tervei vannak az íjászat területén. Az iskolai kötelezettségein túl az egyesülete tehetséges, szorgalmas, odaadó, fegyelmezett sportolója. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2023. évi munkája elismeréseként Bogyó Hanna Lizát az év utánpótlás sportolója díjban részesíti. Marcali Város Önkormányzata 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletek fejlesztésében végzett munkája elismeréseként Gadányi Hédi részére az év utánpótlás sportolója díjat adományozza. Gratulálok! Hédi 2011-ben született, 2,5 éves kora óta úszik. Jelenleg a Marcali Noszlopi Gáspár általános iskola és alapfokú művészeti iskola 7. osztályos tanulója, 5. kora óta magántanuló. Sok éves céltudatos munkája beérni látszik, melyet számos kiemelkedő eredménye is jelez, gyakorlatilag az összes úszásnemben ért már el kiemelkedő versenyeredményt. Hédi a 2023-as évben több országos versenyen is eredményesen szerepelt. Részt vett korosztálya országos bajnokságain, a Diákolimpia országos döntőjén, valamint a serdülő, az ifjúsági és a hosszú távúszó magyar bajnokságon is. A gyermek országos bajnokságon minden versenyszámban, amiben rajthoz állt, döntőt úszott. 200 háton magyar bajnok lett, 100 gyorson és 100 háton ezüstérmet, 800 gyorson pedig bronzérmet szerzett. A rövidpályás utánpótlás országos bajnokságon, a 2010-esekkel együtt értékelve, 100 háton 4. lett. Nagyon szépen szerepelt a serdülő és az ifjúsági országos bajnokságon is. A serdülő OB-n a nála 3 évvel idősebbek között is sikerült bekerülnie a B döntőbe. A Diákolimpia országos döntőjén, szintén a nála 1 évvel idősebbek között szerzett 2 ezüstérmet, 200 háton és 200 gyorson lett 2. Időeredményei alapján 10 aranyjelvényes idővel rendelkezik, 100, 200, 400, 800 és 1500 gyorson, 100 és 200 háton, 100 mellen, valamint 200 és 400 vegyesen is a legmagasabb minősítést ért el. Mind az 50 méteres, mind a 25 méteres medencében úszott időeredményei alapján az ország korosztályos elitjéhez tartozik. 50 méteres medencében elért időeredményei alapján 100 gyorsan a 3., 50 háton a 2., 100 és 200 háton pedig az évjáratos országos ranglista első helyén szerepel.
25 méteres medencében úszott időeredményei alapján 200 gyorsan és 200 vegyesen a harmadik, 100 gyorsan és 50 háton a második, 100 és 200 háton pedig ranglista vezető helyen szerepel. Hédi a 2023-as évben elért eredményei alapján a Magyar Úszószövetség beválogatta a jövő bajnokai program szűkebb keretébe is, valamint meghívást kapott a Héraklész válogatottba, akik már nemzetközi korosztályos versenyen is képviselhetik Magyarországot. Ezzel a szűk válogatott kerettel Hédi az idei évben több válogatott edzőtáborban is részt vehet, az ország legjobb edzőinek keze alatt fejlesztheti tovább tudását. Edzője, Slavicek Gizella Tünde pedig Hédi és csapattársai eredményeinek elismeréseként bekerült a Magyar Úszószövetség utánpótlás edzői programjába. Marcali város önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2023. évi munkája elismeréseként, akárcsak az előző évben, Gadányi Hédit az év utánpótlás sportolója díjban részesíti. Marcali város önkormányzata 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében végzett munkája elismeréséként Bogyó Gergő részére az év utánpótlás sportolat díjat adományozza. Gratulálok! Gergő a Marcali Berzsenyi Dániel gimnázium 11-es tanulója, már általános iskolás kora előtt megismerkedett az íjászattal, 2013-ban 7 évesen lépett be a Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesületbe, melynek immár 10 éve elkötelezett tagja. Szorgalmának és edzésmunkájának köszönhetően az elmúlt években számos sikert ért el az íjász sport több szakágában is. Országos és nemzetközi versenyeken egyaránt helytállt. 2018 tavaszán felvételt nyert a Dél-Dunántúli régió utánpótlás csoportjába, ahol 2023-ban Terep 3D szakákban az év íjásza címet is kiérdemelte. Korábbi kiemelkedő eredményeit Marcali város önkormányzata 2017-ben az év utánpótlás sportolója díj harmadik fokozatával, majd 2018-ban az év utánpótlás sportolója díjjal ismerte el. Tanulmányi munkája és a sportban nyújtott teljesítménye alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019-ben és 2020-ban a Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója címet adományozta számára. Gergő 2023-ban junior és U18-as korosztályokban bárbow kategóriában versenyzett, a Budapesten 2023. februárjában és márciusában megrendezett Terep-Terem-Íjász, 3D-Terem-Íjász, IFAA-Terem-Íjász és World Archery-Terem-Íjász országos bajnokságokon egyaránt bajnoki címeket szerzett. Májusban és júniusban a Szekszárdon, Gyönkön és Örkényben megrendezett HDH-IAA 3D-GP versenyeken győzedelmeskedett, a Bőszénfán megrendezett World Archery Terep-Íjász GP-n új országos csúccsal nyert, akárcsak az augusztusban Kaposváron megrendezett World Archery Terep-Íjász országos bajnokságon. Országos bajnoki címet szerzett a Nagykálló Harangot helyszínen megrendezett HDH-IAA 3D országos bajnokságon és a kategória Gyulafehérváron megrendezett Európa bajnokságán második helyezést ért el. Az augusztusi kaposvári versenyen a HDH-IAA 3D GP sorozat összesített bajnoki és a Dél-Dunántúli régió 3D bajnokság összesített bajnoki címét is bezsebelte. Legjelentősebb eredményei a kezdetektől napjainkig. Háromszoros világbajnok 3D szakákban, kétszeres Európa bajnok 3D szakákban, egyszeres világ és Európa bajnoki bronzérmes csapatban 3D szakákban, 20 országos bajnoki cím és 9 alkalommal lőtt új országos csúcs. Gergő a nemzetközi és hazai versenyeken is megállta a helyét, bizonyítva felkészültségét, illetve elkötelezettségét az íjászat iránt. Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítés testnevelőinek, Várfalviné Lacó Tímeának és Körösi Andrásnak,
valamint a Boronkai és Hagyományőrzői Jász Egyesület edzőinek, Csáki Alpárnak, Péntek Balázsnak és édesapjának, Bogyó Gábornak. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2023. évi munkája elismeréseként Bogyó Gergőt az év utánpótlás sportolója díjban részesíti. Marcali Város Önkormányzata a 32/2024 23. számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében végzett munkájuk elismeréseként a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola 3. korcsoportos 4x50 méteres gyorsúszóváltója részére, melynek tagjai Bíró Réka, Csillag Héra, Kerencsér Virág, Németh Aliz az év sportcsapata díjat adományozza. Gratulálok! A Bíró Réka, Csillag Héra, Gelencsér Virág, Németh Aliz összetételű gyorsúszóváltó a Marcaliban megrendezett diákolimpiai versenyen úszott időeredményével kiérdemelte az A kategóriás országos döntőbe való részvétel jogát, melyet Budapesten a Gyarmati Dezső úszodában rendeztek meg 2023. április 1-én és 2-án. Az országos megmérettetésen Marcali iskola csapata első alkalommal vehetett részt, mivel az évek óta tartó kemény munka eredményeképp már 4 komoly minőségi szintet elérő úszó nevelkedett egy korcsoportban. A lányok jó versenyzéssel javítottak nevezési eredményükön, és a budapesti, debreceni és dunaújvárosi iskolák csapatai mögött a döntőben úszott 2:15,49 másodperces időeredménnyel végül a kiemelkedő 5. helyezést érték el. A lányok a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola 6. és 7. osztályos emelt szintű testnevelés tagozatának tanulói, óvodás, illetve alsó tagozatos koruk óta úsznak rendszeresen egyesületi keretek között. Kiemelkedő sporttevékenységük mellett a tanulásban is jól helytállnak, ezért a csapat 3 tagját, a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola felterjesztette a belügyminisztériumi Jó Tanuló, Jó Sportoló kitüntetésre. Sporteredményei kiemelkedőek, befektetett munkájuknak és szorgalmuknak köszönhetően egyéni versenyszámokban is kimagasló eredményeket érnek el, több ezüst és aranyjelvényes időeredménnyel rendelkeznek különböző úszásnemekben. Virág tanulmányi előmenetelére való tekintettel befejezte aktív úszó pályafutását, de Híra, Réka és Aliz jelenleg is keményen készülnek a 2024. április 19-én megrendezésre kerülő országos A kategóriás diákolimpia döntőjére, melyet Budapesten fognak megrendezni. A csapat tagjai Bíró Réka, Csillag Héra, Gelencsér Virág, Németh Aliz. A csapat felkészítői Légrádi Pék Evelin, Pék Petra és Böre László testnevelők, Francsis Nikoletta, Sárvári József és Perlakiné Szlavicek Gizella úszóedzők. Az elért eredményhez gratulálunk, és további tanulmányi és sportsikereket kívánunk. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2023. évi munkája elismeréseként a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola 3. korcsoportos leány 4x50 méteres gyorsúszóváltóját az év sportcsapata díjban részesíti.
Karcélváros önkormányzat a 32/2024 második a 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében végzett munkája elismeréseként Salamon Gábor részére az év sportolója díjat adományozza. Gratulálok! Salamon Gábor 1978-ban született Marcaliban, általános iskolai éveit a Noszlopi iskolában töltötte, majd a Marcali szakképző iskolában végzett autószerelőként. A sport mindig is fontos szerepet töltött be az életében, gyermekkora óta sportol, 25 éves koráig aktívan birkózott Marcali színeiben, ahol magyar bajnoki címig jutott. A szakosztály megszűnésével sportolói affinitása nem szűnt meg, új területen próbálta ki magát, így ismerkedett meg az erőemelés sportággal. Az erőemelés három versenyszámot foglal magába, a guggolást, a felhúzást és a fekvenyomást. Gábor ezek közül a fekvenyomásban versenyez plusz 140 kg-os súlycsoportban. A Covid uralta évek után 2023-ban volt lehetőség először versenyszerűen foglalkozni a sportággal, ebben az évben számos országos és világversenyen vett részt, melyekről minden esetben éremmel tért haza. Edzéseit a megmozgatandó súlyok nagyságára tekintettel hétközben Keszthelyen, hétvégenként pedig Ajkán végzi. Az ott működő egyesület God Gym SE Ajka sportolójaként versenyez. Edzője Németh Károly, többszörös világ és Európa bajnok, magyar professzionális erőemelő Liga Kupa győztes fekvenyomó. A 2023-as eredményei az alábbiak. Világbajnoki címet szerzett a Global Powerlifting Committee Szövetség EQ fekvenyomás versenyszámában a Kiskunfélegyházán megrendezett versenyen 2023. októberében. Európa bajnoki címet szerzett a lengyelországi Sedlicében 2023. márciusában az Extreme Powerlifting Coalition Szövetség által megrendezett versenyen Soft EQ fekvenyomás kategóriában. A plusz 125 kg-os súlycsoportban Master 40 plusz kategóriában 350 kg-mal új Európa rekordot ért el. Kétszeres világkupa győztes Extreme Powerlifting Coalition Szövetség Soft EQ fekvenyomásban. Egyszeres világkupa győztes Global Powerlifting Committee Szövetség EQ fekvenyomás kategóriában. Négyszeres magyar professzionális ligabajnok, háromszoros Soft EQ fekvenyomás, egyszeres RAV fekvenyomás kategóriában. Kedvenc versenyszámában a Soft EQ fekvenyomásban jelenleg országos csúcstartó, kor és súlycsoportjától függetlenül. A hivatalos rekordja 320 kg, célja az 500 kg teljesítése. Gábor rendkívül szerény, céltudatos, kitartó, elhivatott sportoló, igazi példakép. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett 2023. évi munkája elismeréseként Salamon Gábort az év sportolója díjban részesíti. Marcali Város Önkormányzata 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében éveken keresztül végzett kimagasló szakosztályvezetői munkája elismeréseként Gurica Gyula részére a kiemelkedő sportvezető díjat adományozza. Gratulálok! Gurica Gyula 1959-ben Marcaliban született. 1977-ben érettségizett a Marcali Ladi János Gimnázium és Szakközépiskolában. Felső oktatási tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán végezte. 1982-ben matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett. Pedagógiai pályáját 1982-ben kezdte Kisgörbőn, majd 1985. augusztusában a Marcali Mikszáth utcai általános iskola tanári karához szerződött.
Szakmai tudását állandóan bővítette. 1993-ban a Kölcsey Ferenc Tanárképző Főiskolán a sakkoktató pedagógus végzettséget szerzett, majd 1996-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás vezetői szakvizsgát tett. Pályája kezdete óta osztályfőnök. Osztályfőnöki munkája gondos, lelkiismeretes. Az általa szervezett nyári vándortáborok, sakktáborok hasznos nyári elfoglaltságot jelentettek sok-sok tanulónak. Kiemelkedő tanári munkája mellett tevékenyen részt vesz közösségi munkákban. Lelkesen és évről évre egyre több gyerekkel szeretteti meg a sakkot, melyet szakkori foglalkozásokon átismertet meg a diákokkal. Az elért eredmények is elismerésre méltók, számtalan megyei versenyen győztek tanítványai csapatban és egyéniben. 1999-től, immár 25 éve a Marcali Városi Szabadidő és Sportegyesület sakk szakosztályának vezetője, azóta eredményesen irányítja a városi sakk életet. Kezdeményezője volt a Mixát Sakkupa rendezvénynek, útjára indította a Marcali Város sakkbajnoka vándorserleget, melyet minden évben egy hétfordulós rapid versenyen nyerhet el a győztes. Vezetésével rendszeressé váltak a diákok számára a nyári sakktáborok, valamint két felnőtt csapat is szerveződött a megyei első és másodosztályba, utóbbiban a felnőttek között gyakran tehetséges ifjúsági játékosok is szerepeltek. 2002-ben az ifjúsági sakkcsapat az év sportcsapata, Gurica Gyula az év edzője kitüntetésben részesült. A felnőtt csapat a harmadik megyebajnoki győzelmét követően 2010-ben az osztályozón kivívta a nemzeti bajnokságba való feljutást. A Marcali VSS-e sakkcsapata az MB2 asztalos csoportjában az első három évben negyedik, a negyedik évben hatodik, az ötödik évben pedig nyolcadik helyezést ért el. A szakosztályban végzett kiemelkedő munkáját mutatja, hogy az egyesület sportolói közül hatan, név szerint Babics András, Nádor Zoltán, Mánfai Máté, Ferenci Máté, Dr. Seffer Károly és Haszon Dávid részesült az év sportolója díj első három fokozatának valamelyikében, Király Máté pedig az év utánpótlás sportolója díjat nyerte el. Munkája elismeréseként 2013-ban a Magyar Sakkszövetség Magyar Sakkozásért díj elismerésben részesítette. Példamutató, önzetlen és fáradhatatlan munkája követendő példa mások számára is. Marcali Város önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében több mint 10 éven át végzett munkája elismeréseként Gurica Gyulát kiemelkedő sportvezető díjban részesítette. Marcali Város önkormányzata a 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében éveken keresztül végzett kimagasló szakosztályvezetői munkája elismeréseként Kézsmárki Sándor részére a kiemelkedő sportvezető díjat adományozza. Gratulálok! Kézsmárki Sándor 1958. október 4-én született Ónodon, Borsod megyében. A Miskolci Vendéglátóipari Szakközépiskolában szerzett szakács, mesterszakács képesítést, majd a Keszthelyi VSK-ban szerzett középfokú vendéglátóipari szakképesítést. 1981-ben megnősült, két gyermeke született, Andrea és Sándor. Kezdetben a Balatonparton dolgozott szakácsként, egy bő évtizeddel később pedig már első saját éttermét nyitotta meg Balatonmária fürdőn, majd 2003-ban a Lóki csárda is megnyitotta kapuit. Ezzel párhuzamosan Kelevizen vettek egy tanyát, hogy gyerekkori álmát megvalósítsa és állattartással foglalkozzon. A mai napig tartó lovak iránti szeretete 3 éves korában kezdődött, első saját lovait 25 évesen vette. Versenyszerű fogadhajtással 20 éve foglalkozik, nevéhez fűződik a Marcali VSS-e lovas szakosztályának megalapítása, melynek több mint 10 éven keresztül volt vezetője, a szakosztály életének a mai napig aktív résztvevője.
Pályafutása során 3 szabadtéri és 5 fedeles országos bajnoki döntőn vett részt, szerzett országos csapatbajnoki címet, többszörös Somogy megyei vadászhajtó bajnok lett. Tagja volt a 2022-ben régiós kombinált bajnokságon aranyérmes marcali csapatnak, sokszoros dobogós akadályhajtó és számtalan más verseny győztese és dobogósa. Az idén 15 éves Loki Derby alapítója, az itt rendezett kombinált fogathajtó versenyek szervezője, támogatója és aktív versenyzője jelenleg is. Áltozatos és kitartó munkáját dicséri, hogy a marcali Loki Derby felkerülhetett az elismert országos versenyhelyszínek közé, és az ország minden részéről szívesen jönnek fogatok, hogy megmérettessék magukat a különböző versenyszámokban. A minden évben május 1-én megrendezett versenyen már több ezer látogató megfordult, a rendezvény a város életének egyik kiemelt, sokak által várt, sok-sok turistát vonzó programja, mely évről évre felpezsdíti a majális hangulatát. Lók puszta az utóbbi években már több helyi sporteseménynek, többek között a Boronkai Hagyományőrző és IASZ Egyesület és a marcali VSS-el lovas szakosztálya díjugrató versenyeinek is helyszínéül szolgál. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében több mint 10 éven át végzett munkája elismeréseként Kézsmárki Sándort kiemelkedő sportvezető díjban részesítette. Marcali Város Önkormányzata 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében éveken keresztül végzett kimagasló szakosztályvezetői munkái elismeréseként Nagy Róbert részére kiemelkedő sportvezetői díjat adományoz. Gratulálok! Nagy Róbert 1963-ban Marcaliban született, általános iskolai tanulmányait a Noszlopi Gáspár általános iskolában végezte, 1982-ben érettségizett, majd 1986-ban gépipari technikus képesítést szerzett a Kaposvári Gépipari Szakközépiskolában. Robi 1981 óta foglalkozik a küzdősportokkal. 1998-tól 15 éven keresztül tanult Szoke Vladó Schmidt nagymestertől jiu-jitsut, a judó edzői vizsgát 2013-ban tette le. 2012-től az MVSS-el küzdősport szakosztályának vezetője, melynek létszáma munkájának, szervezői és edzői tevékenységének, a jiu-jitsu, judó, grappling birkózás és kickbox lehetőségének köszönhetően a kezdeti 15 főről több mint 80 főre emelkedett. Az MVSS-e ebben az időszakban lett tagja a Magyar Judo Szövetségnek, 2015-ben alapító tagja volt a Magyar Sport Jiu-Jitsu Szakszövetségnek és a Magyar Grappling Szövetségnek. A Magyar Sport Jiu-Jitsu Szakszövetségben elnökségi tagként, a versenybizottság elnökeként és a Duo System szakág elnökeként dolgozott. 2015-ben a Grappling Szövetség az év embere plakettel értékelte szakmai és közösségi munkáját, majd 2016-ban az évedzője díjban részesült Marcaliban. A grappling birkózás 2020-ig végig kísérte a versenytevékenységüket, ahol az évek során 12 diákolimpiai aranyéremmel és 23 magyar bajnoki címmel tértek haza. A sport jiu-jitsu versenyeredmények felsorolása nagyon hosszú lista lenne, hiszen ez az a versenysport, melyben igazán otthon vannak. E-sportákban hazai, európai és világviszonylatban is igazán kiemelkedő sikerek születtek. A szakosztálynak a közösségi életben való részvétele kiemelkedő. Rendszeresen részt vesznek a kölökparádén, noszlopi napokon, sportágválasztókon, sportbemutatókon és számos más jellegű sportrendezvényen tartanak jiu-jitsu bemutatót. Nagy Róbert hisz benne, hogy értéket teremtenek és adnak át a küzdősporton keresztül a gyermekeknek, ami aztán szervesen beépül a személyiségükbe, pozitívan befolyásolva azt. Számára nem csak hobbi, hanem életforma a harcművészet. Félszívvel nem is lehetne ezt csinálni.
Hatalmas felelősség és rengeteg energia, hogy heti 4-5-ször a rábízott kisebb és nagyobb gyerekekkel fejlődést érjen el. Edzői és klubvezetői munkáját ebben segíti Lauerné Német Lívia, Császár Csasi Gergő, Lisztes Károly és Novák László. Az edzésekbe, a versenyekbe fektetett energia viszont megtérül, anyagiakban nem mérhető módon. A rengeteg pozitív visszajelzés, amit a szülőktől, a tanítványoktól kap, megerősíti abban, hogy jó úton jár, és értelmet ad a munkájának, valamint lendületet a folytatáshoz. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében több mint 10 éven át végzett munkája elismeréseként Nagy Róbertet kiemelkedő sportvezető díjban részesítette. Marcali Város Önkormányzata 32/2024 második 22 számú határozatával a város sportéletének fejlesztésében évenken keresztül végzett kimagasló szakosztályvezetői munka elismeréseként Palacskó Attila részére a kiemelkedő sportvezetői díjat adományoz. Gratulálok! Palacskó Attila Budapesten született 1968. március 5-én, családjával 1974-ben költöztek Marcaliba, itt kezdte általános iskolai tanulmányait és lett több sportcsapatnak is tagja. A sport kisgyermekkora óta meghatározta mindennapjait, kezdeti sportsikereit labdarúgásban érte el. Első futballedzője Bene Józsi bácsi volt, aki 1981-ben benevezte a járási 11-es rúgó bajnokságra, melyet megnyert, akár csak a megyei döntőt is. Az országos bajnokságon pedig az 5. helyezést érte el. A versenyt a Népstadionban rendezték a magyar-angol mérkőzés előtt. A Somogy megyei futball serdülő válogatott csapatkapitánya lett, csapatával megnyerték a megyei válogatottak tornáját, teljesítményének köszönhetően behívták az országos válogatottba is. 13 évesen a Marcali ifi csapatba került, majd egy évvel később már a felnőtt csapatban játszott. Kiemelkedő tehetségére a ZTE is felfigyelt, 16 évesen Zalaegerszegre került, gimnáziumi tanulmányait is itt végezte. 1986-ban a zalaegerszegi ifjúsági csapattal országos bajnokságot nyert. Az érettségi után kötelező sorkatonai szolgálatot teljesített, majd több NB3-as és megyei csapatban focizott. 1999-ben jelentkezett a Budapesti Testnevelési Egyetemre, ahol 2003-ban sportmenedzseri diplomát szerzett. 2001-ben feleségül vette Anitát, akivel közös kertészeti vállalkozást vezetnek Marcaliban. 2 gyermekük született, Zsombor és Zorka. Palacskó Attila főiskolás évei alatt vette át az akkori teniszklub irányítását Vince László barátjától, akkoriban még csak a kórház területén található teniszpályákat üzemeltette a klub. 2003-ban a Marcali Város Önkormányzata felajánlotta az újonnan megnyílt városi fürdő területén létesített 4 teniszpálya használatát. Az első pár nehéz év után sok munkával azonban megfelelő körülményeket teremtettek a minőségi tenisz élvezetéhez. Csapatot indítottak a Zala megyei bajnokságban, ahol amatőr versenyzőként mindig helyt álltak. A gyönyörű környezetben elhelyezkedő és kiválóan karbantartott pályákon évente 4-5 versenyt rendeztek, és rendeznek napjainkban is, ahol akár 40-50 versenyző is indul alkalmanként. Sok kisgyermekkel sikerült megszerettetni ezt a gyönyörű sportágat, melyet elsősorban Magyar Viktor testnevelő klubtársuknak köszönhetjük, aki nyaranta tenisztáborokat szervez, hozzájárulva ezzel az utánpótlás tenisz sikeréhez. Új lendületet adhat a városi tenisz életnek az idei évben megvalósuló fejlesztés, melynek eredményeképpen biztosított lesz 2 teniszpálya világítása. Attila ezúton is szeretné megköszönni a tenisz sporttársak, barátok segítségét, akik a kezdetektől támogatják a munkájában. Marcali Város Önkormányzata a város sportéletének fejlesztése érdekében végzett több mint egy évtizedes munkája elismeréseként Palacskó Attilát kiemelkedő sportvezető díjban részesítette.
sportdíját adó ünnepségünk ezennel véget ért. Kérem, most engedjék meg, hogy a Marcali Városi Szabadidősport Egyesület nevében Kis Viktor elnök úr köszöntse polgármester urat. Nagyon szerettem volna, hogy a mai napon ne feledkezzünk még egy nagyon-nagyon fontos dologról, mégpedig polgármester úr, szeretném egy egész város nevében megköszönni mindazt a munkát és támogatást, amit több évtized alatt tett a városért. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítmény volt öntől, és nagyon jó egészséget szeretnék kívánni a nyugdíjas évekre. De azért szeretném, ha még a sportcsarnokban együtt szurkolnánk egyszer a marcai csapatnak. Nagyon szépen köszönjük! Most pedig következhetnek a gratulációk, és ezt követően meghívott vendégeinket várjuk a fogadáson, ahol pohárköszöntőt mond Berec Balázs, Marcali Város alpolgármestere. További szép délutánt kívánunk! Hölgyeim és uraim, kedves kitüntetettek! A múlt héten is itt gyűltünk össze, és egyetlen egy gondolat mellett szeretnék tovább haladni a múlt héthez képest, mégpedig azzal, hogy Marcali egy különleges város. És különleges azért, mert sokszínű, és ez a sokszínűség megmutatkozik a sportban is, az utánpótlásban is, a felnőtt sportban is, és az edzők között is. Mi gondoljuk végig, hogy mennyi szakosztályunk, mennyi sportolási lehetőség van. Tehát abban a világban, amikor egyre inkább szűkülnek azok a lehetőségek, ahol sportra alkalmas infrastruktúra, vagy sportolási lehetőség van, azt is figyelembe véve, hogy mennyi gyermek tud a sportban részt venni, mennyi más inger éri a gyermekeket, ebben a városban a szakosztályok bővülnek, ebben a városban a szakosztályok eredményeket érnek el, és ebben a városban, aki szeretne sportolni, az meg tudja találni azt a lehetőséget, meg tudja találni azt az infrastruktúrát, és meg tudja találni azokat az edzőket, sportvezetőket, akik segítenek neki abban, hogy eléri a céljait. És ezt a sokszínűséget közösen lehet elérni, úgy közösen kell hozzá sportoló, aki beleadja az életét, beleadja mindennapjait, a reggeli 4 órás felkeléseket, a késői edzéseket, kell hozzá a sportvezető, aki akár a munkája mellett megteszi azt, hogy foglalkozik a gyerekekkel, a sportolókkal, a felnőttekkel. Kell hozzá szülő, aki támogatást nyújt ahhoz, hogy ez megtörténhessen, mert hát el kell vinni a kisgyermeket, a nagyobb gyermeket, meg a felnőttet is az edzésre, és a versenyekre is. És kell egy város hozzá, aki tudja biztosítani az alapinfrastruktúrát. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor azt látjuk, hogy ez az alapinfrastruktúra folyamatosan bővült, és most sem állt meg, hiszen a küzdősport szakosztálynak jelenleg is folyamatban van a székházának, az új székházának az építése. A Robit keresem, de nem látom. Ezzel egy olyan újabb fejezet elé nézünk, ami akár egy új sportágat is meg tud majd honosítani a városba, hiszen a fallabda is lehetőséget fog kapni, de akár ez a tenisz szakosztálynak is hasznára válik. Ugyanúgy, ahogy a beszédek között elhangzott, vagy a méltatásban elhangzott, Attilának az áldozatos tevékenységek köszönhetően tovább bővül a teniszeseknek a lehetősége, hiszen most már a nyár után, talán már az esti időszakban is lehetőség lesz arra, hogy a tenisz sportot űzzék.
és ahogy végignéztük a díjazottakat, végighallgattuk a köszöntőket és az eredményeket, talán a következő cél is megfogalmazódhat, hiszen az íjászoknak is szüksége lesz biztosan egy új székházra, aminek a helye azért megvan, de hasonlóan, mint a küzdősportok esetében, biztosan lehet ezt jobb körülmények között is űzni, és akkor biztosan még sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni. Tehát azt gondolom, hogy így lesz sikeres egy sportoló, így lesz sikeres egy város. Én emelem poharamat rátok, önökre, az edzőkre, sportvezetőkre, mindazokra, akik ezekhez az eredményekhez titeket és a várost is hozzásegítették. Egészségetekre! Gratulálok!